Az árakat továbbra is a kereslet fogja befolyásolni az ingatlan piacon, van érdeklődés az új és a használt lakások iránt egyaránt. A csokot viszont inkább használt lakás vásárlásánál veszik igénybe. A nagyobb városokban a kisebb alapterületű felújított lakásokat keresik, de a megyében is van érdeklődés építési telkek iránt. Az olcsóbb építési telkek iránt is a szokásosnál nagyobb volt az érdeklődés az elmúlt hónapokban. A 10 plusz 10 milliós konstrukciót inkább a három gyerekes családok kérték új lakás építésre. A lakásárak vidéken alacsonyabbak, a megyeszékhely agglomerációjában is, ezért a kisebb településeken már önerő nélkül is lehet lakáshitelhez jutni. Főleg vidéki településeken jellemző, hogy alacsonyabb értékű ingatlanok is vannak forgalomban. Gondolok itt a másféltől felfelé kezdődő értékűekre, és itt egy olyan házaspár, ahol már meglévő gyerekek vannak, vagy akár élettársak is, és legalább az egyikük dolgozik, és rendelkezik a mindenkori minimálbérrel, már szinte önerő nélkül hozzájuthatnak ezekhez a házakhoz. Átlagosan 5-10 millió forint közötti összeget vesznek fel lakás célú hitelre, az év elejétől folyamatosan emelkednek a lakásárak, így a kihelyezett hitelek mértéke is lassú ütemben, de növekedett. Az árakat leginkább a kereslet fogja befolyásolni, a használt lakások ára a jelenleginél már nemigen emelkedhet tovább, jósolják a szakértők. Igaz, hogy továbbra is nagy területi különbségek vannak a lakásárakban. Mindenféleképpen a felújítottabb jellegű ingatlanokat keresik, szigetelt társasházban lehetőleg műanyagi lezárósakat, ezekre van per pillanat a legnagyobb kereslet a piacon. Mennyire egy házán igazából egy 60-70 négyzetméteres lakás, vagy akár a keresettebb 50 négyzetméter körüli távfős lakások esetében is évelejéhez képest egy 500 ezer forint körüli áremelkedés már biztos, hogy kimondható. A jobb lakásoknál ez akár 6-800 ezer forintot is jelenthet, és ugye ez, ha azt számoljuk, 5-8% körüli áremelkedést jelent piaci viszonylatban. Megegyezett ár után jöhet az adásvétel. A stúdióban köszöntöm dr. Heiser Gabriellát, ügyvédet. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nagyon sokat beszélünk a családi otthonteremtési kedvezményről, hitelfelvételekről, az ingatlan piacról és az ingatlan vásárlás egyik elengedhetetlen része az adásvételi szerződés megköttetése, amit itthon a PTK szabályoz. Melyek a legfontosabb irányelvei? Ugye ez a legfontosabb irányelvei, hogy adásvételi szerződést kizárólag ügyvéd vagy közjegyző előtt lehet kötni. Ugye a leggyakoribb az, hogy ügyvéd előtt kötjük az adásvételi szerződést. Általában a vevők választanak ügyvédet, ugyanis nekik súlyosabb, nagyobb érdekük fűződik ahhoz, hogy a tulajdon joga ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerüljön, de amennyiben az ügyvéd ugye ellenjegyez egy szerződést, akkor ugye az eladók és a vevők érdekeit ugyanolyan mértékben kell képviselnie. Mi a leggyakoribb típusa az adásvételi, a lakásvásárlásra vonatkozó adásvételi szerződésnek? Jelenleg a leggyakoribb típusok az úgynevezett részletre vétel, tehát részletvétel, amikor is a vevők több részletben elégítik ki a vételárat. Ugye meghatároznak az alkú után a felek egy bizonyos vételárat, és meg lehet határozni azt, hogy milyen határidőkben fizetik meg a vevők ezt a kialkudott vételárat. A leggyakoribb az, hogy bizonyos önerő átadása történik, tehát ez egy kisebb összeg magához az egész adásvételi szerződésben kialkudott vételárhoz viszonyítva. Erre vonatkozóan van valami szabály, elnézés, hogy közbevágok, hogy hány százaléka a vételárnak? Vagy az önerőnél, tehát amikor a vevők már az önerő összeget átadják, akkor szoktak rendelkezni a felek arról, hogy ez foglalónak minősül, vagy vételár előlegnek. Ezt majd egy kicsit bővebben kifejtem. Ugye a második részletben családi otthon kedvezményt szoktak leggyakrabban igénybe venni, és a legvégső ugye a hitel folyósítás. Tehát ez a leggyakoribb, ami most általában ingatlan adásvételeknél előfordul, hogy ilyen részletekben teljesítik a vételárat. És akkor most visszakanyarodnék ugye az önerő kérdéséhez. Igen. Ugye, amikor a vevők ugye ezt a kis önerő részt átadják, akkor rendelkezhetnek arról, hogy ez foglalónak vagy vételár előlegnek minősül. Ugye foglaló az egy szerződéses biztosíték. Ez az eladót is és a vevőt is biztosítja arról, hogy ez a szerződés teljesedésbe fog menni jó esetben. Ugye ha az
eladó megkapja ezt a foglalót, akkor gyakorlatilag ezt az ingatlant már nem értékesítheti másnak. A vevő pedig ugye megnyugodhat, mert megtalálta ezt az ingatlant. Amennyiben nem megy teljesedésbe a szerződés, akkor ennek van egy jogi szankciója. Ha az eladó oldalán merül fel bármilyen ok, ami miatt nem megy teljesedésbe a szerződés, tehát azt mondjuk, hogy az eladó hibájából, akkor kétszeresen köteles visszafizetni, hogyha a vevő hibájában, akkor pedig elbukta ezt a foglalót. Akkor a foglalótól nem lehet elállni, vagy el lehet állni, de milyen feltételekkel? Hát magától a szerződéstől lehet elállni, és az elállás jogát azt ki kell kötni magába az adásvételi szerződésbe. Tehát az elállás joga, tehát például az eladó leggyakrabban akkor köti ki saját elállásának a jogát, hogyha mondjuk nem határidőbe érkezik a vételár. 10-15 napot késik, és ha ez kikötötte, hogy felbonthatja az adásvételi szerződést ugye egyoldalú nyilatkozatával az eladó, akkor elállhat ettől a szerződéstől. Ekkor jöhet ugye megint a foglaló kérdése, hogyha a vevő hibájából hiúsult ez meg, akkor ugye elbukta ezt a foglalót, és akkor mivel leggyakoribb a banki finanszírozás az adásvételeknél, kiszoktuk azt kötni, hogy amennyiben a vevő mondjuk nem kap hitelt, azt a vevő hibájának tekintik-e, vagy sem. Hogyha úgy egyeznek meg a felek, hogy nem tekintik a vevő hibájának, akkor ugye nem alkalmazzák a foglalónak a jogi szankcióját, hogyha a vevő hibájának tekintik, akkor sajnos. Mert ez tulajdonképpen menet közben derül ki, hogy az illető hitelképes-e vagy sem a bank szemszögéből nézve? Nem. Egyetemen nem. Minden bank jelenleg végez hitelminősítést, tehát meghatározott jogszabály van erre is, hogy ugye az adott úgymond vevőjelöltnek milyen jövedelem mellett, milyen futamidővel, milyen hitel folyósítható. Tehát amennyiben egy vevő úgymond gondossággal jár el, akkor elmegy egy általa választott bankba, és egy előminősítést végez. Tehát akkor megelőzi még tulajdonképpen ezt az egész adásvételi szerződéses folyamatot az, hogy minősíteti magát a bankkal, és elkerüli ezt a veszélyt. A bankban ezt ingyenesen elvégzik, és akkor tehát akkor jár el a leggondosabban a vevő, hogyha már úgy érkezik hozzánk mondjuk ügyvédekhez, hogy ennek a hitelminősítésnek az értékelését hozza magával, és akkor mindenki látja, hogy 180 hónapra, vagy milyen futamidőre kapja meg a hitelt, és akkor mindenki biztosítva van e felől. A legtöbb pénzintézet ad ilyen hitelígérvényt, ők így nevezik ezt, és akkor ezzel már lehet megkötni az adásvételi szerződést. Mi a különbség tehát a foglaló és az előleg, a vételár előleg között? Mikor, melyiket érdemes megkötni? Ez a leggyakoribb kérdés, ugye, amikor az önerő kerül átadásra, hogy mi a különbség. Ugye a foglalót azt mondtam, hogy ez egy szerződéses biztosíték. A vételár előleg az nem szerződéses biztosíték, az csak a vételárnak egy részlete. Amennyiben nem megy teljesedésbe a szerződés, és vételár részt kötöttek ki a felek, akkor a vételár rész ugye az csak annyi, hogy visszajár, a foglalónál pedig ugye, hogy a szerződéses biztosíték szankcióját alkalmazzuk, tehát hogy az eladó kétszeresen, a vevő pedig elbukja. Na most a beszélgetésből kiderül, hogy mindenképpen a vevőnek áll nagyobb érdekében az ügyvédi érdekképviselet, és e tekintetben teljesen szabadon választhat ügyvédet egy ilyen adásvételi szerződésnél. Szabad ügyvédválasztás van, illetve szabad díjmegállapodáson is alapul az ügyvédi díj, tehát ugye ez mindig el szokott hangozni, hogy mindenki saját maga, aki kiválasztja az ügyvédet, saját maga állapodik meg az ügyvéddel. Nincs erre még ajánlásunk sem, sajnos, hogy milyen összeget lehet bizonyos adásvételeket vállalni, tehát ez teljes mértékben szabad ügyvédválasztás és szabad díjmegállapodás kérdése. És miért éppen a vevő számára fontos az, hogy az ügyvéd érdekképviseletet nyújtson számára, hiszen itt azért az ingatlan nyilvántartásba be kell, hogy kerüljön az új tulajdon, stb. Tehát itt a jelzálók, a fedezet, azért fontos, sok minden van. Hogy megfelelő gondossággal járjon el az ügyvéd, főleg akkor, ha hitelfelvétel történik, tekintettel arra, hogyha határidőket kötnek ki a szerződésbe, mondjuk az nem mindegy, hogy hányszor kell egy szerződést újraírni, kiegészíteni, mert az is ugye a vevő határidejéből megy, tehát ezek a hiánypótlási határidők, és nehogy a vevő kicsúszon ezekből a kiszabott határidőkből, mindenképpen vevő érdek, hogy megfelelő gondossággal járjon el az ügyvéd, illetve a tulajdonjog bejegyzésénél is nagyon fontos, hogy a vevő tulajdonjoga időben bejegyzésre kerüljön, illetve amennyiben esetleg ügyvédi letét, tehát hogy ma a pénz ügyvédi letéti számlára érkezik, akkor is nagyon fontos, hogy megfelelő gondossággal járjanak el az ügyvédek. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Szerintem van még ebben a témában információ.